Na jó reggelt, itt a hollandiai vlog második napján. Nem tudom, hogy az előzővel egy videóban lesz, lehet, hogy ez egy új videó lesz. Nem sokára megérkezünk Hollandiába, már láthatjátok, egy holland mozdony húzza a vonatunkat. Nem tudom, hogy ezt mikor kapcsolták rá. Elhagytuk Düsseldorfot, ami az utolsó német megállási pontunk volt, és haladunk Hollandia felé. Na, közben most már Hollandiában vagyunk. Már egy 20 perce. És hát nem sokára Amsterdamba is megérkezünk, kb. Egy óra múlva. Most Utrecht következik még előtte, és akkor utána. Centrál állomásra. Menjünk ide be. Ausstiegsseite rechts in de rijrichting. Ausstiegsseite rechts in Fahrtrichtung. Exit on your right hand side. Travel direction. És itt áll egy másik nagyot. Na itt vagyunk Amsterdam Centrál vasútállomásra. Lejöttem az aluljáróba, és keressük most a csomagmegőrzőt. Na itt a vasútállomás kívülről. Nagy nehezen megoldottam, hogy betettem a csomagot, hát nem volt egyszerű. De nem megoldottam. Úgyhogy most időnkről kicsit körülnézni. Na itt vagyunk most, mennek ilyen hajó. És a 17-es villamosra fogunk tovább indulni. Elvileg. Ja, mi majd ide fogunk beállni. Ja. És ez a kombinó érkezik, ez majdnem teljesen ugyanolyan, mint amilyen Budapesten is van. Érdekesség, hogy csak az első ajtón lehet felszállni, és itt még ilyen kapuk vannak. És a Westermarkt megállóig fogunk megnézni. Idő van, hogyha keresek egy McDonald's-ot, közben a holland királyi palotát láthatjátok, ahol egyébként a király nem itt lakik, hanem Hágában, azt hiszem, és ez az amsterdami palota, de elfelújítás, úgy látom, elég ráférne. Ott az Oudekerk templomot láthatjátok szemben. Na, megkóstoljuk a McCrockettet, ami helyi különlegesség. Kell rögtön kettőt is rendeltem, meg valami sajtos sajtfalatokat, vagy valami ilyesmit. Gondoltam, iszok egy kis kávét, tehát itt a kis kávé az elég nagy, és ennél nagyobb is van. Pedig ez is van 2 deci biztosan. Tehát mindegy, és jó forró is, úgyhogy nem tudom, mikor fogunk tudni meginni. Ez itt a főtér, de most elég nagy káosz, hogy nem vagy valami rendezések, valami tüntetés van ott az emlékminél, úgyhogy ott közöttem is megyek. Ez ugyanúgy királyi volt a másik oldal, meg van itt valami nosztalgia villamos, ami megy itt a... De erre külön kell fizetni, hogy ezzel sem megyek. Ami nagyon különleges helyre, mindenféle különböző éttermek vannak. A földszinten pedig legyen mindenféle luxus ruhamárkáknak a boltjai. Ez elég ilyen különleges hely. Az egész hangulata ilyen érdekes. És elvégben valahol egy terasz, oda akarok kimenni, csak nem találom a kijáratot. Ez itt a földszintje ennek a helynek. És ilyen luxus boltok vannak itt mindenfelé. Tipikus amsterdami látkép. És hajó, meg a házak, csatornák. Jó pár ilyen van, itt vannak kacsák. Most érkeztem ide az Anne Frank házhoz. Elvileg 2:30-kor tudok majd bemenni, és nem tudom, hogy fogok-e tudni bent videózni. Remélhetőleg igen, de nem tartom valószínűleg. Most bent nem lehetett videózni érthető okokból, de kívülről megmutattam a házat, azért itt van. Így néz ki kívülről, közben újra itt a 17-es villamoson. Menjünk vissza a vasútállomásra, és akkor megyünk Rotterdamba, ahol lesz a szállásom. És újra itt vagyunk, ahol már reggel is jártunk. És elmegyek a bőröndömért, és akkor Rotterdam felé vesszük az irányt valamilyen bonettal, majd amilyen jön. Bemegyünk akkor a szállomásra.
Úgyhogy nem lehet csak úgy bemenni, hanem kártya kell, ami nekem most a bankkártyám lesz. És itt van egy csomag. Ja. Mindjárt kivesszük. Van ez az Intercity, ezzel fogunk menni Rotterdamig. Sose voltam emeletes vonaton, úgyhogy most megnézzük, hogy milyen. Nincsen izé csomagtartó. Ja. Hát egy kényelem, de nálunk is személyben a TNKB. Tehát úgy különösen nem kényelmes az őr. Zárabb az Intercity direktől akartam menni, de azt nem értem el. Ja. Egyébként igazából kétféle vonat létezik, vannak a sprinterek, meg az Intercity-k. Ja. Nem sokára megérkezünk Rotterdam Central vasútállomásra. Ez azért egy egészen más város, mint Amsterdam, sokkal modernebb, de majd megmutatom részletesen. Látjátok, ez egy hatalmas, modern, tágas vasútállomás, nagyon szép. Most megyünk ki a 24-es villamoshoz, ami elvileg itt van kint. Hét perc múlva fog indulni. Megnézem, hogy esetleg másik nem jó-e. Közben felszálltunk a villamosra. Érdekesség, hogy még Amsterdamban első ajtós a villamos, illetve kalauz is van rajta, azt nem is mondtam. Addig itt nem, itt bármelyik ajtót lehet használni, viszont itt is egy irányú, mint Szegeden. U kunt hier overstappen op tram en bus. Na, megmutatom a szobát. Ja, szóval itt egy ilyen kis konyha, kávé, teá, mindent adtak. Jó nagy. Nagy kétszemélyes ágy. Akasztó. Tévé. Itt a fürdőszoba egyébként, ez egy olyan szálloda, ahol így lakni is lehet egyetemistáknak hosszabb időre. És akkor azért ilyen komoly. Na nem tudom, hogy ma még mit fogok csinálni, ha valamit fogok, akkor ezt mutatom. Én még egy kis érdekesség, dobozos víz, itt a műanyagot így próbálják helyettesíteni, hogy ilyen vizet is lehet kapni, tök jó. Konkrétan itt a szállásra szemben van egy Domino's pizza, úgyhogy itt fogok vacsorázni, még sose ettem itt. Így jól néz ki. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Hát most eléggé fogja szélre, biztos, hogy fogjátok, hanem én lejöttem ide, nyilván másznak a partjára. Köszönöm.